Már is folytatjuk akkor a középpontot, és egy kicsit könnyedebb témával fogjuk folytatni, a sport felé evezünk, hiszen most lett vége a guangzhoui vizes világbajnokságnak, ahol hát Magyarország nagyon-nagyon szépen szerepelt, a harmadik helyet foglalja el az éremtáblázatoknak a sorában, és hát ez azt gondolom, hogy egy ilyen pici országtól ahhoz képest, hogy mondjuk Oroszország, illetve Amerika előzött meg bennünket, nagyon szép teljesítmény, de hát ugye tudjuk, hogy nagyon nagy klasszisaink vannak, és most is okoztak meglepetéseket. A témával kapcsolatban Takács Áron van itt a vonalban, a Tribün egyik, hát mondhatnám, sztárműsorvezetője. Szerintem eléggé sokan szeretitek ezt a magazint, ezt a sportmagazint, úgyhogy szia Áron, köszöntünk szeretettel. Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm ezt a nagyon kedves felvezetést. Hát azért elég menő műsort csináltok Nyíró Erikkel, úgyhogy szerintem ez abszolút helyén való volt. Na de beszéljünk akkor a vizes VB-ről. Nem tudom, hogy neked volt-e olyan pillanat, olyan meglepetés, ami abszolút meglepetésként ért, és mondjuk olyan, amire nem számítottál? Hát szerintem ez egy nagyon érdekes vizes világbajnokság volt, ez a dél-koreai guangzhoui világbajnokság. Annyiból mindenképp érdekes, hogy szereztünk 5 érmet, és abból mind az 5 arany volt, és úgyhogy vagy nagyon kiemelkedően teljesítettek a versenyzőink, vagy pedig nem sikerült érmet szerezni, bár itt azért egy világbajnokságról beszélünk, és több sportolónk is eljutott a döntőbe, és rendre ott tudtunk lenni akár a legjobb 8 között, a legjobb 16 között, és ez egy óriási dolog. Talán a legnagyobb meglepetés nekem az volt, hogy a Kapás Boglárka 200 pillangón aranyat tudott szerezni, de talán még többet beszélnek a Milák Kristófnak a szintén a 200 pillangón szerzett aranyérméről, amit úgy sikerült megnyerni azt a futamot, hogy világrekordot állított be, és Michael Phelpsnek a rekordját döntötte meg, és hát azóta ő eléggé úgymond fürdik a dicsőségben, és a sajtó középpontjában áll, hogy ez a kettő aranyére mindenképp nagyon nagy meglepetés volt. Igen, ugye hosszú Katinkától már megszokhattuk, hogy ilyen nagyon jó eredményeket hoz, és hát kvázi legyőzhetetlen, de hogy akkor még fokozzuk a történelmi pillanatokat, ugye ő most amiatt lett, vagy írta be magát a történelembe mondhatni, mert hogy még senki nem volt, aki világbajnokságon egymás után 5-ször nyerte volna meg ugyanazt a számot, és ő most ezt megtette, és hát kérdezték tőle, hogy hát fel tudja ezt dolgozni, és talán azt mondta, hogy majd, hogyha a leállt, és akkor majd, hogyha vége a pályafutásának, talán akkor. Igen, szegény Katinkának már úgymond már ez egy ilyen elvárás, hogy mindig arannyal térjen haza minden ilyen nagy-nagy tornáról, pedig szerintem az, lehet, hogy tényleg hozzászokunk, de szerintem ez egy automatikus elvárás a sportoló felé, még akkor is, hogyha egy olyan legendás alak, mint mondjuk Hosszú Katinka, azért minden évben jönnek új tehetségek, mindig lesznek kihívói, mindig megpróbálnak találni egy olyan technikát, amivel le lehet győzni őt, de Katinka van olyan szorgalmas, kitartó, hogy a vegyes számokon egyszerűen tényleg 200-on és 400-on legyőzhetetlennek tűnik, és ő is nyilatkozta azt, hogy most már eljutott arra a szintre, hogy nincs benne egy ilyen nagyon komoly druk a verseny előtt, és elején meg is ijedtettől, hogy akkor ez probléma, hogy elvesztette az érdeklődését, vagy nagyképűvé vált, és ő nem akar azzá válni, de aztán rájött, hogy most már van annyi rutinja, van annyi sikere, hogy megnőtt annyira az önbizalma, hogy tud tiszta fejjel versenyezni, és lehetett látni a versenye közben is, hogy közben figyeli az ellenfelet, figyeli az idejét, arra figyel, hogy minden rendben legyen, nem viszi el őt a hév, és most már van egy olyan érett versenyző, lett ő egy annyira érett versenyző, hogy teljes tiszta fejjel tud versenyezni, és hát ha ez is tud lenni egy szintlépés az ő karrierjében. Na most szerinted mi lehet annak az oka, már azért egy elég új helyzet szerintem, hogy nem született annyi ezüstérem, bronzérem a magyar színekben, mint mondjuk a korábbi években, hanem kvázi csak aranyokat vittünk el. Ez egy kicsit furcsa helyzet. Hát például nagyon sok ilyen ezüst bronzot hozott, mondjuk például Cseh László, ő már sajnos kicsit kezd öregedni, kezd kikopni a mezőnyből, de ő megfogalmazta, hogy lehet, hogy már itt sem kellene lennie, de ő küzd tovább, hajt tovább, szerintem ez abszolút
tiszteletre méltó, és én például személy szerint nagyon csodálom ebbe Lacit, és nagyon kívánom neki, hogy ott legyen a tokiói olimpián, és ő például tavaly azért Európa-bajnokságon tudott szerezni érmet, és azért az egész ország felállva tapsolt. Nagy meglepetés volt, hogy Verrasztó Dávid nagyon gyenge időt úszott az elődöntőben, 400 vegyesen, és emiatt kiesett, őt tőle például vártak érmet, vagy ezüstöt, bronzot, akkor például a Kenderesi Tamástól is vártak egy ezüstöt és egy bronzérmet. Ő például szintén visszalépett a karrierjébe, ő nagyon-nagyon jól kezdett fiatalon, mint Milák Kristóf, de utána talán, mint hogyha egy kicsit elvitte volna szintén az, hogy felkapták őt, és ezek a korai sikerek, neki szerintem szintén egy kicsit jobban magába kell néznie, és reméljük abban, hogy Milák Kristóf pedig van olyan érett és profi arra, és nagyon jó edzője van, hogy ő nem fogja ezt elkövetni, ezt a hibát, hanem tovább lép, és még egy szintet előre tud lépni mondjuk a tokiói olimpián. Kapás Boglárka szerzett több érmet, sokszor ő ezüst bronzot, de például kicsit a hosszú távú gyors úszásokat elengedte, és most pillangóra tért át, ott pedig aranyat tudott szerezni, ami pedig óriási meglepetés volt. Igen, itt érdekes, ahogy említetted a Kenderesinek, meg a Miláknak a párhuzamát, mert hogy valóban Kenderesi egy nagyon nagy sztárságnak örvendhetett az elmúlt években, és hát látjuk, hogy az eredményei sehol nem voltak most, hogyha nagyon csúnyán akarom ledegradálni. Viszont akkor itt van Milák Kristóf, 19 éves, és hát vicces volt, ahogy egy interjúban így mondta, hogy hát most ő nem tudja még ezt feldolgozni, de csak mond egy adatot, hogy mit tudom én, az Instagramjai követőinek a száma 5000-ről felugrott 44 000-re. És azért mondjuk egy ekkora szintlépést ilyen fiatalon feldolgozni, ehhez nagyon jó, hogy mondjam, környezet kell, vagy edzők kellenek, akik nem engedik, hogy mondjuk ilyenkor elszálljon az ember. Kíváncsi leszek, hogy ez neki a teljesítményében, ez hogy tud majd lecsapódni, vagy hogy tudja ezt beépíteni mondjuk akár, vagy sikerré átépíteni. Igen, Kristófnak szerencséje van abban, hogy tényleg az ország és a világ egyik legjobb edzője van neki. Tehát nagyon jó szülői háttérre rendelkezik, és szerintem az, hogy ő ezt látja, ilyen gyorsan, kint még Dél-Koreában felméri azt, hogy hirtelen milyen közegbe került bele, most az egész élete egy pillanat alatt meg fog változni, és már azt tudja, hogy ezt egyedül 19 évesen most érettségizve, még saját magát is félig ismerve, ezt nem fogja tudni egyedül lebírkozni, és erre kellenek emberek, és ezt le tudja nyilatkozni. Szerintem ez már egy érettségnek a jele, és hogyha tényleg a versenyzésre fog koncentrálni, úgymond, ahogy ő fogalmazott, képes lesz kikapcsolni a mobiljára az internetet, nem fogja elvinni ez az egész ilyen cirkusz, ami majd körülötte lesz, hanem tényleg ilyen katinkásan a versenyzésre összpontosít, és Milák is nyilatkozta, hogy Katinka neki a példaképe, akkor ő igenis tovább tud lépni. Az például jó, hogy motivált, hogy ne csak 200 pillangón, hanem 100 pillangón is tudjon fejlődni, még jobbá válni, és egyébként ő akar majd 100 és 200 gyors úszásban is majd elindulni és eredményeket elérni. Úgyhogy mindenki nagyon kíváncsi az ő jövőjére. Neki nagyon fontos, hogy most tényleg tudatosan a versenyzésre figyeljem, és megtalálja azokat az embereket körülötte, akikkel a lehető legjobban tud együtt dolgozni és fejlődni. Na most ne csak az úszásról beszéljünk, voltak még itt vízilabdásaink is, és talán ez a kedvenc témám, hogyha erről beszélhetünk, viszont nem annyira örvendetes most ez a világbajnokság, sajnos, mert hogy hát azért nagyjából megszokhattuk az elmúlt évtizedekben, akár mondhatom így, hogy azért a magyar vízilabda válogatottak, azok igencsak tudtak érmeket szerezni, és hogyha például mondjuk még a férfiak nem is szerepeltek olyan jól, a nők azért egy bronzérmet mindig elhoztak, és most az volt a vicces, hogy hát mind a ketten szinte ugyanazon az úton mentek végig, tehát hogy először nem jutottak be a döntőbe, aztán utána a bronzérmet sem sikerült megszerezni, és mind a ketten negyedik helyen végeztek végül, tehát a férfi és a női válogatott is. Kíváncsi vagyok, hogy szerinted ennek mi volt az oka, vagy hol csúszott el ez az éremhiány? Hát mind a két válogatottunk
jól kezdte nagyon a világbajnokságot, például a nők 64-0-ra verték Észak-Koreát, a férfiaknak is a csoportban volt több ilyen 20 gólos mérkőzésük is, és utána kicsit a második hét sikerült rosszabbul, összesen 4 vereséggel fejeztük be ezt a VB-t. A nőknél már ez így régóta húzódik, hogy olimpián például zsinórban 3-szor negyedik helyet érték el, és a férfiak is az elmúlt időkben azért nem vagyunk, most már azt mondom, hogy a világ legjobbja, még mindig ott vagyunk a világ legjobbjai között, azért tényleg a magyarok az egy vízilabda nemzet, és most is bármikor a medencébe beszállunk, akkor esélyesként, vagy legalább partnerként tudunk a vízbe szállni, de most már azért nagyon sokan felnőttek a versenybe itt a VB-n ellenünk, például ott vannak most már, most nem szerepeltek jók a szerbek, a montenegróiak, de a spanyolok és az olaszok is most már azért egy szinten vannak velünk, de az ausztrálokat is meg kell említeni, a németeket is, természetesen a horvátokat. Nagyon kiegyenlített ez a mezőny, és szerintem most nincsen a válogatottnak olyan klasszise, akik előre tudnák lendíteni a csapatot. Nincsen egy Kásás Tamás, nincsen egy Kis Gergely, aki a szoros pillanatban tud egy klasszis mozdulatot húzni. Én egy-egy ilyen vezér egyéniséget hiányolok a válogatottból, még nagyon fiatal a csapat. Úgy gondolom, hogy azért ebből lehet előrelépés, de jelenállás szerint ez a negyedik hely az én véleményem szerint reális, bár egy kicsit mentálisabban mondjuk erősebb lenne mind a két csapat, látok egy ilyen problémát, hogy a fontos helyzetekben kicsit megremeg a kéz, akkor talán Tokióban tudunk jobb eredményt elérni, talán csapatként kellene jobban összekovácsolódni a klasszisok hiányában. Hát igen, nézve a bronzmérkőzéseket, illetve hát amikor még a döntőért volt a bejutás, mindig mind a kettő csapat egyébként a mérkőzéseknek az elejét nagyon-nagyon jól kezdte, és talán még vezető pozícióban is voltak, és utána a második, harmadik, negyednél ott már teljesen ki lehetett őket billenteni ebből a szerepből. Az, hogy nincsen még egy klasszis, az azt jelenti szerinted, hogy egyáltalán nincs, vagy pedig a perspektíva az benne van az emberekben, csak még úgy nem kristályosodott ki, hogy ki lesz az, aki mondjuk előre tudja lökni a csapatokat? Hát mondjuk a nőknél azért most már úgy, ahogy vannak ilyen nagyon nagy nevek, klasszisok, vagy a közeli játékosaink, ott szerintem ott mindenképpen mentálisan fejben kellene tudni előrelépni, és megtalálni a szövetségi kapitánynak azt, hogy mi az, ami nem működik, mert szerintem ott a bronzmérkőzést, ott az ausztrálokat mindenképpen el lehetett volna verni, ott nagyon sok helyzetet hagyott ki a csapatunk. Szerintem ott egy kicsit szisztematikus a felkészülésen, megtalálva azt az egy-egy hibapontot, ami hiányzik, ott szerintem mindenképpen most már benne kellene lenni egy sikernek, és lehet, hogy pont ez a emiatt kicsit görcsösebb a lánycsapatunk. A férfiaknál nagyon sok fiatal játékosunk van, akiben nagy a potenciál, de még idő kell neki, hogy egy szintet tudjon lépni. Szerintem ott azért lehetséges, hogy lesz pár klasszisunk, ott el fog dőlni a idővel, de ha megnézzük mondjuk az olaszokat, akik ma nyerték a VB-t, ott is van mondjuk 2-3 húzó emberük, de ott azért nyerték meg ők a VB-t, mert a legjobban védekeztek, a legjobban használták ki az ember előnyeiket, az összjáték nekik működött a legjobban, hogy csapatként voltak a legjobbak, és szerintem lehet, hogy most jelen pillanatban a vízilabdának ezt az utat kellene járnunk nekünk is, hogy valahogy csapatként tudjunk a legjobban mi együttműködni, mert az olaszoknál ez volt a sikernek a receptje. Hát mondjuk az tény, hogy nálunk magyaroknál úgymond magasra van téve a léc, és hát csúnya szóval élve elvárjuk azt, hogy érmesek legyünk akár egy ilyen világbajnokságon is, de hát előttünk még a jövő, fejlődni azt mindig lehet, jó pap holtig tanul, úgyhogy meglátjuk, hogy egyébként mondjuk az olimpián hogyan fognak ezek a játékosok, csapatok teljesíteni. Nagyon szépen köszönöm, Áron, hogy segítettél nekünk ezt elemezni, és akkor hát sok sikert a jövőben
a Tribünhöz is, meg amúgy lehet, hogy még fogunk beszélgetni mi még sportelemzésben. Köszönjük szépen, és én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.